Ha igyekszel nyugodt és pozitív maradni, könnyebb lesz kiegyensúlyozott kapcsolatot kialakítani a gyerekeiddel. Most megmutatjuk, hogy az egyértelműen megfogalmazott kérések és a sok-sok dicséret hogyan segíthetnek. Először is ahelyett, hogy rászólnál, hogy ne csináljon felfordulást, adj neki inkább egy konkrét feladatot. Például kérd meg, hogy takarítsa ki a konyhát, vagy hogy tegye el az elmosott edényeket. Másodszor, ha valamit szeretnél kérni tőle, szólítsd a nevén, beszélj hozzá nyugodt, higgadt hangnemben. Ez sokkal hatékonyabb lesz, mintha mérgelődnél vele és kiabálnál. Amikor gyermeked megteszi, amit kérsz tőle, vagy jól viselkedik, mindenképpen mondd el neki, dicsérd meg, ha érzi, hogy észreveszed a jó dolgokat is, megerősíted, önbizalmat adsz neki.